Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Advent második vasárnapi istentiszteletünket a 304. dicséret első versének éneklésével kezdjük, azután majd helyet foglalva ezt az éneket fogjuk folytatni. Most először a 304. dicséret első versét énekeljük. Kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Thank you.
ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg, Urunk, igéjét, amit megírva található Ézsaiás próféta könyvének a második fejezetében, az első 5 versben. Ézsaiás próféta könyvének a második fejezetében, az első 5 versben így van megírva az ige. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá valamennyinél. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemről. Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metsző késeket. Nép a népre kardot nem emel, adakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Urunk, szent lelke, áldja meg ezt a csodálatosan gyönyörű kijelentést, hívjuk segítségül őt, hogy jól érthessük mindazt, amit üzenni akar. Mindenható Istenünk, végtelen hálával köszönjük neked, hogy immár 2 gyertyalángot láthatunk a te asztalodon. Közeledik az ünnep, és együtt lehetünk. Fáj a szívünk azok miatt, akik nincsenek itt közöttünk. Ez az első advent, a tavalyin még itt voltak. Atyánk, fáj a szívünk azokkal együtt, akik most gyászolnak és fájó szívvel készülnek az ünnepre. Istenünk, tudjuk azt, hogy te irgalmas Úr vagy, erre leginkább az ünnepeink figyelmeztetnek bennünket. Például az advent és a karácsony. Te olyan Úr vagy, akinek az ígéreteire várni kell olykor, de a beteljesedés mégis tökéletesen biztos. Könyörögve kérünk hát mindannyiunk szívéhez, te szólj ezen a mai ünnepnapon, hogy a mi hitünk és reménységünk megalapozott lehessen te benned, hogy azt reméljük és azt várjuk tőled, amit te megígértél, azt azonban töretlen hittel és sziklaszilárd reménységgel. Könyörögve kérünk, magad magyarázd közöttünk az írásokat, hogy azok értelmét megértve és befogadva még inkább a te gyermekeidé lehessünk. Kérünk, áld meg mindannyiunkat a te jelenléteddel. Ámen. Énekelt imádságunk a 294. ének első verse lesz. A gyerekeket kérjük, hogy ezúttal a lelkész hivatalba, a parókiának a verandájára menjenek, mert ott lesz a gyermekisten tisztelet. Feleségem várja már őket, tehát a verandán, nem a gyülekezeti teremben, egy épülettel visszán. Mi felnőttek pedig a 294. ének első versével imádkozunk. Jézus igazságom, esdekelve 3 áldó szavakat.
az imént elhangzottakon túl Máté evangélium a 24. fejezetéből szól még hozzánk a 37-38-39. Illetve a 44. versből. Tehát Máté evangélium a 24. részének 37. és azt követő verseiből, illetve a 44. versből így szól hozzánk úgy igéje. Mert ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikre nem is gondoljátok. Foglaljunk. Kedves gyülekezet, az emberek között létezik egy ilyen mondás, hogy jössz-e még az én utcámba. Általában akkor mondjuk ezt, amikor valaki nem adja meg nekünk a kellő tiszteletet, vagy éppen tisztességtelenül bánik meg. Egyszer majd fordítva leszünk, és akkor majd én is olyan leszek veled, amilyen te voltál velem. Akkor majd megemlegeted ezt a napot, és meg fogod bánni, hogy rosszat tettél ellene. Bosszú állás van ebben a mondatban. De nekünk keresztényeknek, akik az Úr Jézust valljuk és követjük, nem szabad még gondolnunk sem ilyesmire, nemhogy még ezt hangoztassuk is. Hogy fordított helyzetben én majd kétszer olyan gonosz leszek, mint amilyen te voltál vele. Nekünk nem szabad így gondolkodnunk, mégpedig azért nem, mert mi Istenben hiszünk. És abban, hogy az Isten szeme mindent lát, hogy ő majd igazságot tesz. Hiszen ha valaki bosszút áll a hosszakarójának, akkor tulajdonképpen ő is pontosan ugyanolyan gonosz, vagy akár még gonoszabb is, mint a hosszakarója. Hol van akkor a különbség? Milyen jogon kérünk mi magunknak nagyobb tiszteletet, vagy jobb elbánást az Istentől, ha bennünk is pont ugyanazok a gonosz indulatok feszülnek, mint amelyekkel a másik bántott meg bennünket. Na persze, itt mindig lehetne arról vitázni, a gyerekek is ezt szokták tenni, hogy hát ki volt az első, ki kezdte, hol van a gyújtópont. Csak hát ennek nincs jelentősége. Hiszen a lényeges az az lenne, hogy ki az, aki nem üt vissza. Nem pedig az, hogy ki kezdte. Nem az, hogy ki miatt tört ki a háborúság. Jössz-e még az én utcámba? Ennek valami másféle értelme, hangulata is lehet, mint amit mi szoktunk ehhez társítani. De a felolvasott ézsaiási ige szakasz ennek a mondásnak az Isten szerinti változataként is érthető. Hát ezért beszéltem bosszúállásról az ige hirdetésnek az elején. Hiszen arra, ha valakivel rosszul, gonoszul bánnak, kétféle válasz lehetséges. Valaki visszaüt, hosszúra készül, a másik féle ember pedig az Istenhez menekül, az ő igazságában, az ő ítéletében bízik. És ha igazán hívő, akkor nem is abban, hogy nem én állok bosszút, hanem majd az Isten bosszút áll, de jó lesz látni, amikor a másik majd nagy bajba kerül. Ez sem igazi hívő gondolkodás. Hanem az igazán hívő ember abban bízik, ha őt valaki mások bántják, hogy az Isten annak a másik embernek, az ellenfelének, ellenségének belátó szívet ad, vagy éppen megtérés, bűnbánatot, és így sikerül valahogyan ezt az elrontott dolgot helyrehozni. Nem a gonosz vesztét kívánja még Istentől sem a hívő ember, hanem azért imádkozik, és azért kell, hogy imádkozzon, hogy az Isten adjon belátást a gonosz ellenségnek a szívében, hogy vegye észre a gonoszságát, és önként hagyja abba. Izrael népe nagyon sok hátratételt szenvedett az évszázadok során. Ézsaiás könyve is egy ilyen nagyon nehéz időszakban íródott. Északi testvéreik, Izrael 10 törzse az arámiakkal lépett katonai szövetségre, azért, hogy az északról támadó asszírok ellen harcoljon. Ebben a harcban Júdát is be akarták kényszeríteni.
Jeruzsálem királya azonban ehelyett alkut kötött az asszír királya, így behódolt neki háború nélkül. Ezt szerette volna megúszni, a háborút. Viszont ő nem tisztelte az élő Istent, és Asszíria bálvány oltárát is felállítatta a jeruzsálemi templomban, hogy kedvében járjon az asszír uralkodó, hogy jaj, csak háború ne legyen. Neki ajándékozta az úrházának az edényeit, az úrnak szentelt értéktárgyakat is. Ebben a helyzetben Isten küldte a prófétákat, hogy hagyjon fel Áhász király az istentelenséggel, a bálványimádással, ellenkező esetre büntetés helyezett kilátásban. Nagyon érdekes, hogy a köznépről sem jegyezték azt fel, hogy nagyon tiltakozott volna a királyának a viselkedése ellen. De voltak azért néhányan, akik hittek az Úrban. Ilyenek voltak a próféták, közöttük Ézsaiás. Ők is nehéz idő elé néztek, pedig ők követték az Urat. Mire tanította őket Isten? Álljatok hosszút a népen, a királyon, aki miatt is szenvedni fogtok? Dehogyis. Vigasztaló üzeneteket küldött rajtuk keresztül. Most nagyon nehéz idők következnek, de nem ez lesz a végállomás. Mert az Istennek még mindig terve van ezzel a néppel, amely most egyenesen masírozik a kározatba, amelyik az ő akaratával szembe megy. Látszólag minden katonai, politikai döntés az az egy szempont határozott meg, hogy csak ne azt csináljuk, amit az Isten mond. Ebben a helyzetben szólal meg Ézsaiás proféta ajkán az az ige szakasz, amit felolvastam. Az idegen nép istenei mindenütt megtalálhatók voltak. Gondolatok, szokások is istentelenségben tartották ezt a népet. Pillanatról pillanatra egyre inkább az Isten ítéletét hívták ki magukra. De az Úrnak még ekkor is az lebegett a szeme előtt, hogy valahogyan megtisztítja őket, és azokat, akik hajlandó emekeiként viselkednek. Ez a szakasz egyébként az egyik leggyönyörűbb része az Ószövetségnek. Nem lehet elégszer elolvasni. Olyan hatalmas erő, olyan gyönyörű gondolatok áradnak belőle. Akármikor kerül elém, mindig ünnepi hangulatot teremt bennem. Talán nem vagyok ezzel egyedül. Mindig érzem belőle Istennek azt az emberi ésszel fel nem fogható szeretetét, amellyel ő felénk fordul. Hogy mennyire nem ezt érdemelnénk. Hogy mennyire nem vagyunk olyanok, amilyennek lennünk kellene. Még olyanok sem, amilyennek lehetnénk. Az Isten mégis szeretettel fordul felénk. Akármi is történjen a hívők ellen, akárki támadjon is ránk, az utolsó szót mindig az Isten mondja ki. Amikor ez a profécia megszólalt, akkor teljes romlás látszott Jeruzsálemben, Júdában is. Az idegen vallás tökéletes győzelme áthatotta ez a politikát, a templomot, a háztartásokat. De nem lesz ez így mindig, mondta az Úr. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye, a hegyek tetején. Most ugyan a legkisebbnek, a legelveszettebbnek tűnik. Megvan szentségtelenítve, a bálvány Isten ott áll az élő Isten oltára helyét. De nem marad ez így örökre. Sőt, így folytatja. Kimagasljuk a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi. Szóval a helyzet éppen a fordítottja lesz az akkorinak. Elhagyják még azok is az Urat, akiknek az egyetlen kötelességük az lenne, hogy őt szolgálják. De az utolsó napokban ez nem így lesz. Az Úrházának hegye minden más egynél magasabb lesz. Legyőzi az Isten az ellenségeit. És akik ezt felismerik, az ő egyedülállóságát, azok özönleni fognak az Úrhoz minden népből. Most már, mint Ézsaiás korában, még az ő népe, a zsidók is elhagyták az asszírok isteneiért az Urat. De lesz idő, mondja Ézsaiás, amikor majd az asszírok adják el a bálványaikat azért, hogy az élő Isten tiszteljék. Mert elkezdik megérteni, hogy ő az egyetlen, nincsen másik.
Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényei járjunk. Mert a Sionról jön a szabadítás, és az Úr igéje Jeruzsálemtől. Nos, ez a profécia, ha nem is említi meg sem a megváltót, sem pedig magát az Úr Jézust, azért ő rá vonatkozik. Hiszen a Biblia egyértelműen az utolsó napokra teszi az Úr Jézus megszületését is. Az idők teljességéről beszél, a világ vég órájának kezdetéről, Jézus születéséből, a megváltástól kezdve. De az Úr Jézusban Isten valóban az egész világot megszólította. Már a zsidó vallás is ezt célozta. De a zsidók ahelyett, hogy a saját hitüket megismertették volna a környék népeivel, inkább elhagyták, és ők kezdtek el a környező népekhez hasonlítani. Nagyon fájdalmas, amikor a Krisztus népe is valami hasonlóan elbukik a kísértésekben. A mai világunk egészen más, de mindig is más volt a világ, mint a Krisztusnak az útja. Olyan fájdalmas az, amikor egy gyülekezet, egy egyház, egy hívő ember nem azon munkálkodik, hogy az Isten igéjével bevilágítson más emberek szívébe, életébe, hanem azon töri a fejét mindig, hogy jaj, csak le ne bukjak, csak el ne áruljam magam. Hasonlít csak minél inkább azokra, akik között élek. Az, hogy hívő vagyok, az nem tartozik senkire. Régi kísértéshez látjátok. Tehát meg is volt a böjtje mindig, amikor az Isten népe ezt a kísértést nem tudta kivédeni. Aztán voltak korok, amelyekben nem zsidó származású emberek is csatlakoztak az Úr híveihez. Tehát ez nyilván ritkább volt, mint ahányszor a nép elhagyta az Urat. Minden esetre a zsidó vallásban a nem zsidó származásúak nem rendelkeztek ugyanazokkal a jogokkal, amelyekkel Izrael fiai. De Krisztusban minden származásbeli különbség, értelme, haszna eltöröltetett, mármint a vallásosságra nézve. Isten elhozta a fiát a világba, hogy minden embert, aki csak ezen a világon él, megmenthesse. Ez azt jelenti, hogy az utolsó napokban szilárdan áll az Úr hegye, és valamennyi nép közeledik hozzá. Krisztusban van a megoldás minden fajta ellenállásra, és nála lehet megtalálni az élő Istenhez vezető utat, hiszen ő maga az élő Isten, ő maga az út. Gondoskodott róla, hogy a pogányokhoz, a nem zsidókhoz is eljusson az Úr Jézus evangéliuma. Elküldte pálapostolt, aztán tanítókról, lelkipásztorokról, igehirdetőkről is gondoskodott. És hamarosan a pogány keresztjének többen lettek a zsidó keresztjéneknél. Történtek megtérések görögök, rómaiak szívek között is. Az akkor ismert világ minden részébe eljutott az evangélium előtt, meg később, és el is végezte ott a maga munkáját. Hát így jött létre a keresztjén egyház a világban. De ennek a proféciának a vége, amit Ézsaiástól hallottunk, az pedig a krisztusi kornak a rendjét és a hangulatát mutatja. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, adakozás többé nem tanul. Amikor Krisztusra hallgatnak az emberek, akkor a adakozás megszűnik között. Ilyen lesz az a világ, amelynek ígéret szerint a hívők már most a polgárai, a földi életük során. A mennyei hazában nem lesz adakozás, nem lesz nemzet elleni gyűlölködés. Most van még. Mégis az Isten minden népet hív ebbe a békés országba. És ő a házigazda. Tehát ehhez felé kell menni. És tudni kell, hogy egyedül a tőle jövő tanítás és vezetés az, ami helyes, hogy egyedül ő benne van nekünk életünk. Ézsaiás végül azt is megmondja, hogy mi a teendő. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Hát ezért hangzott az egész profécia. Tudjatok róla, hogy az Úr az egyetlen Isten, az Atyák Istene a legnagyobb,
Ő uralkodik a világon. Ő fogja a világ menetét is meghatározni. Térjetek meg hozzá, és akkor készen van a bűneitek bocsánata. Ha viszont végleg elhagyjátok őt, akkor nem lesz helyetek abban a világban, amelyben minden hegy fölött az Úr hegye magaslik. Akik az Úr ellenségei, azoknak az Úr világában nem lesz hely. Viszont végtelen szeretet látszik abból is, ahogyan az Isten ezt közli a világban. Nem akkor hozza el az ő teljes világosságát, amikor már vége van a világnak. Nem akkor mutatja meg, hogy melyik az egyetlen jó út, amikor már senki sem tud változtatni a döntésén. Nem. Az Isten éppen azért mutatja meg, hogy az ő tanítása, ha úgy tetszik, az ő temploma, minden más tanítás, minden más vallás fölött áll, hogy most, amikor még van idő, lehessen hozzá menni. Hogy el lehessen hagyni azokat a rossz irányba vezető utakat, amelyeken az emberek járnak. Elküldte az Úr Jézust, és bőven adott időt arra, hogy aki csak megszületik erre a világra, megláthassa, felismerhesse Jézusban a Teremtő Atya egyszülött fián, a világ egyetlen jótevőjét. Jó időt hagyott erre. És éppen erről beszél az Úr Jézus is az evangéliumi részletben. Amikor beszél, meg amíg vissza nem jön másodjára, hogy a világot megítélje, addig még mindenki visszafordulhat bűnös útjáról. Addig még lehet kérni az Úr Jézust, hogy segítsen neked megszabadulni a gonoszságtól, az önzéstől, az önteltségtől. Minden ember nagyon messziről indul el az Úr Jézus felé. De akik ő rá néznek, kérik és elfogadják az ő vezetését életük minden részére, minden nap az igéből, azok végül oda is érnek, ahová nem voltak. Megtalálják Jézusban az életük értelmét. Meglátják, hogy ő valóban kimagaslik minden valaha élt ember közül. Hogy valóban hatalmasabb mindazoknál is, akiket az emberek rajta kívül Istennek tartanak. Ő visszajön. Egyszer a döntésre szabott idő az majd letelik. De nekünk készülnünk kell erre az időre, mert nem tudjuk, hogy melyik órában fog eljönni. Nem tudjuk, hogy meddig tart a kegyelmi idő, hogy meddig van még lehetőségünk az Isten felé fordulni, vagy kitartani a bűneink elleni harcban. Sokan nem veszik ezt komolyan, mint ahogyan annak idején Noé-t is kinevették, mikor a pusztában minden víztől távol bárkát kezdett építeni az Úr parancsára. Aztán rájöttek, hogy Noé-nak volt igaza. Csak akkor már késő volt. Isten azért küldte el a fiát a világba, hogy a világ végéig még legyen idő megtérni. Csak benne van menekvés, csak ő bocsáthatja meg a bűnöket, ezt mindenkinek meg kell értenie. És aki nem követi őt, az az elveszés felé halad. Értsük meg tehát, hogy mit jelent az Úrra várni. A régiek, a bibliai hívők, az ószövetségi kegyes emberek azt várták, hogy Isten az egész világ előtt kinyilvánítsa, hogy ő az egyetlen Isten. Ez Jézusban megtörtént, mégpedig az egész világ számára érthető módon. Nekünk viszont, akik már később születtünk, arra kell várnunk, arra kell készülnünk, hogy az Úr Jézus bármikor visszajöhet. El kell szakadnunk azoktól a dolgoktól, amelyek megfojtják bennünk a krisztusi szeretetet vagy a reménykedést. Ez az adventi idő legyen különösen is a jobbulás időszaka. Figyeld magad és engedd, hogy Krisztus a maga képére formáljon, amennyire ez lehetséges ebben a földi világban. Ő megszentelni akar téged, nem pedig elítélni a bűneidért. Nem hosszú állásra készül, hanem arra, hogy ellenségeit is meggyőzze, és a saját oldalára állítsa. Engedd hát, különösen, ha már az övé van,
hogy napról napra felkészítse az ő visszajövetelére. Mindenható Istenünk, örökkévaló Urunk, végtelen hálával köszönjük neked, hogy te olyan Úr vagy, aki magad vagy a szeretet. És ezt nem is titkolod, nem valami kiismerhetetlen, félreérthető módon szeretnél bennünket megközelíteni, hanem ezzel indulsz és ezzel közelítesz, hogy te magad vagy a szeretet, hogy amit mi rontottunk el, de mi nem tudunk helyrehozni, azt te nem csak tudod, hogy hogyan lehet jóvá tenni, hanem meg is tettél érte, te magad mindent. Nem arra vársz, hogy mi tegyük jóvá a bűneinket. Nem fenyegetsz, nem gyilkolsz, nem adsz szenvedéseket nekünk, hanem ehelyett újra és újra arra figyelmeztetsz, hogy szeretnéd, ha megtanulnánk tőled azt, hogy ne a tetteink alapján ítélgessünk meg egymást. Szeretnéd, ha megtanulnánk, hogy ha jó nekünk, hogy elfogadjuk a te kegyelmedet, akkor ez másoknak is jó lenne, ha mi is kegyelmesek tudnánk lenni velük. Ha megbocsátanánk azt, amit meg kell bocsátani, mert nem lehet jóvá tenni. Ha nem fenyegetnénk egymást, ha nem lennénk bosszúálló. Ó, Urunk, fájdalommal valljuk meg neked, hogy nagyon sokszor távol van tőlünk ez a gondolat. Próbáljuk mi egy darabig, de aztán mégiscsak betelik a pohár. Milyen jó, hogy te egy nagy vastag könyv minden egyes lapján azt hirdeted, hogy nálad nincs ilyen. Hogy amíg csak tart az az idő, amit te erre szabsz, hogy megbocsáss nekünk, addig bármikor, akárhányszor visszamehetünk hozzád. Könyörögve kérünk ott, hogy ezt a végtelen szeretetet ne vegyük természetesnek, hanem újra és újra borzongjon bele a szívünk, a lelkünk ennek a hatalmas csodájába. Hogy szeressünk, hogy imádjunk téged, és hogy tudjunk mások felé is ezzel az indulattal, ezzel a tőled való kegyelemmel, szeretettel szolgálni, odafordulni. Kérünk, hogy ezzel áld meg az egyház népét, ó Úrunk, olyan elesett állapotban vannak Európa szerte a tiei. Vagyunk, de nagyon sokszor olyan, mintha már nem is lennénk. Pedig nem ez a te terved és nem ez a te szándékod. Könyörögve kérünk, hogy adj ébredést a te egyházadban. Tedd, hogy akik pedig felébredtek, azok ne úgy viselkedjenek, mint a felébredésük előtt. Nem elég tudni arról, hogy te mit szeretnél tőlünk, hanem azon az úton is kell járni. Ez pedig konkrét esetekben megbocsátás, konkrét esetekben csöndben maradás, vagy éppen megszólalást jelent. Könyörögve kérünk, taníts mindannyiunkat, hogy legyen ehhez elég értelmünk és elég elszántságunk. Kérünk ott, hogy ne éljünk be csak a legjobbal a neked való szolgálatban. Ne csak úgy fél szívvel akarjunk veled foglalkozni, meg fél értelemmel, hogy közben valami mást is csinálunk. Kérünk ott, hogy neked mindenből a legtökéletesebbet, a legteljesebbet adjunk. Kiáltunk, hogy légy vigasztalója a fájó szívűeknek. Kiáltunk, hogy légy segítője a tanácstalanoknak, hogy segíts meg a nemzetünk vezetőit, hogy tőled való bölcsességgel vezessék ezt az országot. És kiáltunk hozzád a nagyobb hatalmú vezetőkért, a világban ranggal, tekintéllyel rendelkező vezetőkért. Urunk, ők is csak emberek. Könyörögve kérünk ott, hogy erről ne feledkezzenek meg. Te fékezd meg mindazt az emberi gonoszságot, amit sok-sok háború, sok-sok családi viszá is gyönyörűen bemutat. Kérünk, fékezd ezeket az indulatokat, hogy ne legyen egyik ember a másiknak farkasa. Használd fel ebben is a te egyházadat, bennünket, ilyeidet, hogy mi békességteremtői legyünk, ne pedig háborúságnak a munkálói, a kirobbantói. Kiáltunk hozzád határokon túl élő magyarjainkért is. Jó atyánk, látod, hogy milyen nagy gond még most is itt a mi vidékünkön ez a nemzet ellen való gondolkodása. Hálát adunk azokért az eredményekért, amelyek az utóbbi években vitathatatlanul jelen vannak, amelyeket sikerült elérni.
ezzel együtt is kérünk téged, hogy hadd lehessen unának, oltnak tényleg egy a hangja, hogy ne egymás ellen verekedjünk évszázadokon át, hanem kiben-kiben ébredjen végre belátás, hogy vagy együtt boldogolunk, vagy sehogyan. Kérünk, add, hogy ebben is hadd járhassunk mi magyarok élen, és add, hogy legyen a környező népekben is fogadókészség erre az indulatra. Így kiáltunk különösen a Kárpátalján élő magyar testvéreinkért, hogy irgalmazzál nekik, hogy érjen véget most már az, hogy ő ellenük harcolnak, miközben alig néhányan vannak, és igazán nem ártanak senkinek. Kérünk, hogy te fékezd a gonosz politikai indulatokat. Így kiáltunk hozzád az Erdélyben, Marciumban élő magyar testvéreinkért is, a délvidéken élőkért is, hiszen ott is nagyon sokszor volt már olyan, hogy a vérüket kívánták a más népek tagjai. Kiáltunk a felvidéken élőkért is. És azokért is, akik távoli vidékeken élnek, más földrészeken, Urunk, irgalmazz, legyenek ők a tieid, és maradjanak magyar emberek ott, ahol élnek. Kérünk, hogy áld meg az ünnepünket is, irgalmazzál nekünk, hogy igazi békességet kapjunk tőled, és azt meg is tudjuk becsülni. Vigyázz mindannyiunkra, akik benned reménykedünk. Kérünk, hogy vigyázz az egész teremtett világ békéjére, adj nekünk csendességet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség most és mind örökkön örökké. Amen. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Elvacó Sándorné, Kálmán Erzsébet, Petőfi utcai testvérünk 87 esztendős korában elhunyt. Temetése ma délután 2 órakor lesz. Családtagjai számára Urunk hathatós vigasztalását kérjük. Emlékharangokat hirdetek, melyek a feltámadás reménységét zengik a fájó szívek felé. Múlt vasárnap 2-án egy emlékvers szólt Rebe Sándor halálának 15. évfordulóján. Holnap 10-én 7 emlékverssel emlékezünk Pap László volt presbiter testvérünkre halálának első évfordulóján. 11-én kedden Lakatos György halálának az első évfordulóján szól 5 vers. 15-én jövő vasárnap Hagymási István halálának 30. évfordulóján fog 3 vers szólni. Legyen áldott az ő emlékük és a rájuk emlékezők élete. 15-e a szombat lesz, bocsánat, tehát 15-én szombaton fog szólni 3 vers, Hagymási István halálának a 30. évfordulóján. Köszönettel hirdetem az adományokat Isten dicsőségére, egy család 25.000, egy család 7.500, karácsonyi csomagokra egy férfi testvérünk 10.000, egy család 10.000, egy család 4.000, egy család 2.500, egy másik család 2.000, és egy presbiteri család 5.000 forintot. Szeretett otthonoknak egy presbiteri család 5.000, egy család 7.000, egy család 2.500, és egy presbiteri család 5.000 forintot ajánlott fel. Köszönjük a felajánlásokat és a versenyekbe elhelyezett adományokat is. Áldja meg az Úr a jókedvű és bőkező adakozókat. Könyvvásár hirdetem házhoz jönnek a könyvek, kicsitől a nagyokig, idősekig. Mindenkinek lehet megfelelő ajándékot találni, vagy éppen személyes olvasásra is ajánljuk ezeket a műveket. A főbejáratnál megtalálhatók, megnézhetők. Bibliaolvasók valahúz Calvin kalendárium és református falinaptár is van még a könyvek között. Aki még nem szerezte be, annak szeretettel ajánljuk. Különösképpen a Bibliaolvasók valahúz, ez egy jó segítség abban, hogy naponta kis részletekben lehessen az igét tanulmányozni, mindig van egy néhány mondatos kis magyarázat is. Azért jó ez, mert úgy szerkesztik ezt a kiadványt, hogy 3 évenként, ha valaki hűségesen minden nap elolvassa a kiírt részt, akkor 3 évenként a teljes Bibliát végigolvassa. Ez nálunk reformátusoknál egy nagyon pozitív dolog, nem valami
a jó atya piros pontot írt benne a mennybe az ellenőrzőbe, hanem ha azt hiszük, amit hiszünk, hogy a Biblia Isten kijelentése, akkor ebből egyenesen következik, hogy nagyon jó lenne a Bibliát minél jobban ismerni. Ennek pedig egyetlen egy útja van, időt kell szánni rá, forgatni kell, imádságos szívvel. Hát ezért jó, hogy valaki a Bibliaolvasó kalauzzal elkezdi olvasni az igét, mert akkor nem mindig ugyanazt a két-három részt fogja olvasgatni a Bibliában, amiről tudja, hogy hol van meg, amit ismer, hanem három évente az egész Bibliát végigolvashatja, Isten lelke újra és újra felhívhatja a figyelmét olyasmire, amit eddig nem értett, nem úgy gondolt. Szóval nagy szeretettel ajánljuk, ha elfogyna, akkor tudunk még hozatni. Bibliaolvasó kalauz 280 forintért a főbejáratnál megvásárolható. Az alkalmakat hirdetem. Ma délután a temetési szolgálat miatt nem lesz édesanyák ima órája. Kedden délután lesz viszont 3:30-tól palánta kör, este 7:00 biblia óra, szerdán 9:00 a másik biblia óránkra kerül sor. Pénteken délután 4:00 konfirmációi felkészítő lesz, 6:00 a konfirmáción túli fiatalok alkalma, vasárnap 10:00 pedig advent harmadik vasárnapi istentiszteletére kerül sor. Most pedig az istentisztelet után nagy szeretettel várjuk kedves minnyájukat, Fábián, János kiállításának a megnyitójára a gyülekezeti teremben. A kiállítás egyébként minden délután 3 és 6 óra között, valamint hétvégén, tehát jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 9 és dél között is, illetve délután is 3-tól 6-ig megtekinthető lesz. Jövő vasárnap estig van itt ez a kiállítás. Szeretettel várjuk tehát most is a testvéreket a megnyitóra, illetve ha valaki nincs itt, de szeretnék majd neki megmutatni a kiállítást, akkor kiírt időpontokban ezt nyugodt szívvel megteheti. Szeretettel buzdítunk a további alkalmak látogatására is. Ez egy nagyon remek dolog, ez az adventi hét Tahitót falun. Én emlékszem, hogy amikor 2011-ben már voltunk itt egyszer, úgymond bemutatkozni, de még nem tetszettek megválasztani bennünket, akkor ugye néztük az interneten, hogy hát milyen hely is az a Tahitót falu, és az olyan nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennünk, hogy egy olyan hely, ahol az advent az nem arról szól, hogy egymás sarkát tiporba rohanunk a boltba bevásárolni, hanem hogy egy ilyen hetet vannak, akik megszerveznek, hogy ez sok éve van, mert vannak, akik ezt igénylik, úgyhogy ez egy remek lehetőség, erre legyünk büszkék, hogy van ilyen, és hát addig lesz, amíg ki is használjuk, tehát tessenek ezekre az alkalmakra elmenni, jelen lenni, örülni annak, hogy a közösségben ilyesmi is van nálunk, hogy az ünnep előtt mégis együtt lehetünk. Tehát itt a programból tetszenek még találni a kiállatoknál, nyugodt szívvel vigyenek meg. Azért kaptuk a szervezőktől, hogy ez mind elfogjon. Ezen túl jövő vasárnap szeretettel ajánljuk még itt a mi gyülekezetünkben lesz az óvodások szolgálata. Délután 3:00 ez a záró alkalom, de előtte is nagyon színpompás és különleges alkalmak lesznek. Értelmiségi hangulattal, könyvbemutató, hangverseny, kiállítások, tehát szeretettel ajánljuk a testvéreknek mindezeket a programokat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró éneket szeretném még bejelenteni. És akkor záró ének után készfogás, és szeretettel várjuk a testvéreket majd a gyülekezeti teremben. A 367. énekünknek mind a 4 versét fogjuk énekelni, mind a 4 versét. Igyekszünk itt egy viszonylag friss tempót venni hozzá, ezt a orgonistánkkal meg is beszéltem. Tessenek jönni velünk, ez az ének akkor fog megszületni. Jól ismerjük, szoktuk énekelni, tehát gondot nem fog okozni az eléneklése. Hadd szárnyaljon, hadd szálljon ez az ének mind a 4 versével. Egyúttal szeretettel buzdítom a testvéreket, hogy imádságos szívvel is énekeljük. Különösképpen úgy, hogy imádkozzunk gondolatban közben egy kisgyermekért, akit operálni fognak, és az ő édesanyjáért, családtagjaiért. 367. énekünknek mind a 4 versét.